Legyetek üdvözölve! Sokan úgy vélhetik, hogy a finn játék fejlesztés csak a sikert sikerre halmozó Remedy és az autós játékairól elhíresült Bugbear Entertainment csapatáról szól, ám az elmúlt évek alaposan rácáfoltak erre a kijelentésre. Ugyanis elég csak az Angry Birds-et jegyző rovajóra, vagy a második részénél tartó varázslatos Trine-t fejlesztő Frozen Byte-ra gondolni, és azonnal kiderül, hogy a finneknek nem kell messzire menni egy kis kreativitásért. A Recoil Games egy magánkézben lévő kis létszámú stúdió, amely a tavalyi év végére készült el bemutatkozó játékával, melyben egy rettenthetetlen asztrobányász John Rochard kalandjait ismerhetjük meg. Vannak emberek, akikből a véletlen formál hőst. Ilyen ember John Rochard, aki a Skyrim Corporation bányászainak egyik vezetőjeként csak a munkáját szeretné elvégezni, ám véletlenül egy ősi szerkezetre lel egy feltárásra váró aszteroida mélyén. Közvetlenül az eszköz megtalálása után John csapatának nyomavész, így aztán a mackós bányász elindul, hogy megkeresse munkatársait az egyre szaporodó, ismeretlen eredetű támadások keresztüzében. A felvezetőből hamar kiderülhet, hogy a történet nem nagyon tör irodalmi babérokra, de az egyszerűsége ellenére a párbeszédekből kikacsintó humor miatt a sztori igazán szerethető. A kaland során egyetlen társunk egy G-Lifter nevezetű szerkezet lesz, amely a történet előre haladtával igazi multifunkciós eszközé válik, és hasonló szerepet kap, mint a Half-Life 2 gravitációs fegyvere. A G-Lifter segítségével eleinte csak utakat eltorlaszoló ládákat, biztosítékokat ragadhatunk meg és helyezhetünk át, később azonban lőhetünk és robbanthatunk is vele, ha a helyzet úgy hozza. A játék menet ügyesen kombinálja a klasszikus platformelemeket, a lövöldözést, valamint a fejtörőket, amelyek rendszerint a továbbhaladást akadályozó elemek kiiktatását vagy átrendezését takarják. A program fő jellemzője, hogy lehetőség nyílik benne manipulálni a gravitáció mértékét, aminek következtében például a korábbi hatalmas távolságok egyetlen ugrással legyűrhetőek, a mozdíthatatlannak tűnő ládák pedig már nem is annyira nehezek. Az előrehaladást különböző erőterek is nehezítik majd utunk során, amelyeket eltérő színek jelölnek. A vörös színű a szerves anyagok, a kék színű az élettelen tárgyak, a narancs színű pedig a lövedékek blokkolására szolgál. Míg a fehér erőtér az előbb felsoroltakból mindent visszaver. Tesztalanyunk kinézetében leginkább a Team Fortress 2 rajzos animált világához hasonlítható, bár az ipari objektumokban, folyosókon és zártabb tereken való kóborlás talán kevésbé látványos annál. Azonban engem egyáltalán nem zavart a szegényesebb környezet. Az irányítás kontroller vagy billentyűzet egér kombóval is tökéletesen kivitelezhető. Az oldalnézetes platformokra jellemzően a mozgás elsősorban két dimenzióban, de rendkívül gördülékenyen zajlik. Az iránygombok mellé csak néhány plusz funkció társul, a több a feladatot az egér három gombjára bízták a fejlesztők. A játékot a harmadik generációs Unity Engine mozgatja, és tökéletesen kiszolgálja a vele szemben támasztott igényeinket. Mit is mondhatnék végszóként? A viszonylag egyszerű harc és rövid játékmenet ellenére a Rochard egy jól elkészített, üdítő darabba letölthető tartalmak között. A gravitációval való játszadozás szórakoztató, a történet és a karakterek viccesek, így véleményem szerint nyugodtan próbálja ki mindenki, ha egy kis könnyed kikapcsolódásra vágyik. Köszönjük figyelmeteket, sziasztok!